Bács-Kiskun megye egyik leghíresebb települése Kalocsa. A város a katolikus egyház egyik fontos központja, de oktatási és kulturális szempontból is jelentős. Népművészeti tájházában évszázadokra repülhetünk vissza az időbe. Nézzük is meg, hogy mit rejt az udvar. A kalocsai tájház az úgynevezett partos házak közé tartozik. Dombra építették, ezért a Duna közelségéből adódó esetleges árvíz esetén is védve volt. A nádfedeles parasztház vályokból készült, így télen tartotta a meleget, nyáron pedig hűvös menedéket jelentett. Megtalálható benne a hagyományos tiszta szoba, amelynek különlegessége, hogy falait kalocsai minta díszíti. Én gyerekként húsvétkor mindig festettem tojásokat, általában így vártam a locsolókat. Hogyan lehet ilyen szépeket készíteni? Kell hozzá kézügyesség, de a fiúk mindig értékelik, hogyha a lány saját kezére festi a tojásokat, amit kapnak. Kalocsán a tojásfestés mellett nagy hagyománya van a szövésnek, és persze a néptáncnak is. Itt akár még táncra is perdülhetünk. Mutatok pár lépést? Persze, itt egy egyszerű. Ez nem is olyan nehéz. És ha azt mondom, hogy kalocsa, egy dolog biztos, hogy mindenkinek beugrik. Hát persze, hogy a kalocsai paprika. A Paprika Múzeumban megismerhetjük a világhírű kalocsai piros-arany sikertörténetét és a paprika termeléshez szükséges gépeket. És itt még kóstolni is lehet. Ez a szegény emberük eledele volt valamikor. Egész kemence számra sütötték, evvel kínálták a vendégöt, evvel kínálták a gyereköket. Ez édes paprikás kácsinak hívják. Azt hittem, hogy sós. De édes, isteni.